your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart. There's no way back. Move right out of here and go on back your way. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? Nyugos sport, úgy csak ordibál. Pali Morfe csinálja a feszültséget mindig. Ki az a Feri? Mutassuk meg. Mutassuk meg. Jó, itt a szíveztet kettős csapunk. Pali Mó. Hopp, már agresszív. Egy sör után, egy sör után. Majd utánunk jön a tánc, figyelj, majd beállod ide és ezt a majmos táncot. Görgő. Görgő. Hoztad a zenét? Szeretném megmondani nektek, hogy mindjárt kezdődik a díjkosztó, de még nem. Még nem. És tizedik leszek jövőre. A top 10. Top 10. Az a cél. Az biztos. Kérünk egy nagy családos szöveget. Nagy családos. Amit mondtál, hogy itt nem csapatok vannak. Itt nem csapatok vannak, hanem egy csoport van. Az FRC. Szeretettel köszöntök mindenkit. És nagyon örülök, hogy itt vagytok, akik itt vannak. Nyilván, aki nincs itt, annak nem tudok köszönetet mondani. Ellenben tényleg azt szeretném, hogy az elején azért ez a ötödik évet kezdjük meg, és azt gondolom, hogy ez egy vízválasztó év lehet a közeljövőben, a következő pár hónapban. Úgyhogy gyorsan egy rövid elmúlt éves értékelő. Azt gondolom, hogy 2014-15-ben egy új évet írtunk le, méghozzá abban, hogy statisztikai alapon azt lehet mondani, hogy fejlődésünk nem egészen 35%-kal nőtt meg. Tagsági adatok alapján. És ez nem a fizetett tagokról beszélgetünk, hanem arról beszélgetünk, hogy igazándiból ennyi új tagunk van, akik részt vettek a versenyeken. És mind a rallycrossban, ez elsősorban köszönhető Bobinak, hogy ő azt gondolta, hogy nagy szerepet vállal abban, hogy egy teljesen új bajnokságot hoz az FRC Liga életében. 35%-kal nőttünk, de sajnos voltak, idézőjelben teszem, veszteségeink is, mert voltak emberek, akik az elmúlt évben befejezték a szimulátoros pályafutásaikat. Nem örülünk neki, de elfogadjuk döntéseiket, és 2015 és 16-os évben is lesznek olyan emberek, akik azt mondták, hogy eddig és nem tovább,
versenyszerűen egész évadban nem fognak jelen lenni. Miért nem? Családot alapítottak. Komolyabb terveik vannak az életben, mint az, hogy a szimulátorozásban részt vegyenek, és teljes mértékben emellé tudjanak állni. És elértünk egy olyan számot, amire álmomban sem mertem volna gondolni. 28 olyan tagunk van, aki teljes egészében kiveszi a liga életében a dolgokat. Tehát 28 ember gondolja azt, hogy ő szeretne Full Racing Pro liga tag lenni. Ennek én örülök és köszönöm szépen. És akkor, hogy egy pici statisztikai számot említsük az elmúlt 4,5 év távlatában, mert ugye azért az 5. évet kezdjük meg. Csupán nagyon fontos kiemelni, hogy 95 versenyző volt jelen a verseny, illetve további olyan emberek, akik csak egy-egy futamon, tehát összességében 116 emberről beszélgetünk az elmúlt 5 év. Azt mondom, hogy nagyjából 35-40 ember az, aki az elmúlt 5 évben a futamok több mint 50%-ában teljesített a verseny. Összességében 96 pályán versenyeztünk, és a versenyeink távja, versenytávjáról beszélek, ami ki volt írva, 17.254 km versenytáv az elmúlt 5 évben. 16 bajnokságot tudunk magunk mögött, ami azt jelenti, hogy összesen a 16 bajnokságban 367 nevezés érkezett hozzánk, hogy részt akarnak venni a bajnokságban. Tehát 367. Ami nem azt jelenti, hogy egy ember nem nevezett kétszer, háromszor, ez versenyenként, bajnokságonként összességében 367 nevezés. Én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon szép szám, és örülök, hogy megéltük ezt a lehetőséget. Mert ezt ti miattatok csináljuk, értetek csináljuk. Hiszen ahogy mondja a motto is, hogy Really God Community, egy igazán jó közösség vagyunk. És azt gondolom, hogy itt nagyon fontos azt megemlíteni, hogy hány versenyen indultak emberek. A legtöbb versenyen, és erre nagyon büszke vagyok, ki kell, hogy emeljem, Lukács Lacit, aki az 5 év alatt 188 versenyen vett részt. Szerintem ez a második helyezett, azt nem mondom, hogy én vagyok, de én vagyok, 186 versenyen. De ez csak azért, mert... Köszönöm szépen, onnan fénytűkkel. Viszont egy dolgot vegyetek komolyan. Tehát az, hogy a Laci meg ott, meg én ott voltam, ugye nyilván ez sokszor admin kötelezettségből történt meg. De alapvetően azért ki kell, hogy emeljem Huszár Mikit. Ő neki nincsen semmilyen titulusa a ligában. Semmilyen. Ő csak egy szimpla versenyző. 175 futammal ő a legaktívabb versenyző. Ő most nincs itt, családi elfoglaltság miatt, de tehát azért tudjátok, 175 futammal ő a legaktívabb. A díjkiosztó előtt én nem is szeretnék mást mondani. Én azt szeretném, hogy egy nagy köszönet, hogy mindenki, aki részt vett az eddigi bajnokságunkon és elmúlt években is, az új tagoknak hála. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok és jelen lesznek, illetve a jövő évre az új versenyzőinknek is ugye nagyon köszönjük, hogy itt lesznek. Nyilván igen Balázs, igen Gábor, köszi szépen. Fogyasszatok egészséggel! Már megint, egyből meg se jöttek és már isznak, érted? Gongra isznak, úgyhogy majd fogyasszatok kaját is. Szóval részemről ennyi lett volna így a nagyjából ez a kis monológ. Ellenben szeretném megkérni Lukács Lacit. Szeretném megkérni Lukács Lacit, hogy ő is egy pár szót szóljon, illetve Auerbach András Bobit, aki majd szintén fog egy pár szót szólni.
Köszönöm szépen! Papírom, vagy egy papír. Már van. Na, én csak azt szeretném mondani, én baromira örültem, amikor Zsolti meghívott engem mai napra, hogy a Bianca lányom azért nincs itt, mert őt nem hívta meg, úgyhogy elment otthonról, úgyhogy most valahol van. Pesten, remélem csak Pesten. Nem, nagyon örülök, és azt veszem észre, hogy nagyon sokan ugye az autocrossból érkeztünk ide, rallycross, minden. Így van. Ennek örülök, egy kicsit szomorú vagyok amiatt, hogy ugye az a alap liga tagság, akik ugye a pályaautózást kedvelik, azok kevésbé vannak jelen. Bobby! Átadom neked ezt az asztalt, ez a Krisztiánnak a papírjaival. Itt vannak itt ilyen dolgok írva, és akkor te is elmondhatod, mint a rallycrossnak a feje. Kis beszéded. Kamera belőle. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Szia Bobi! Jó buli! Hello Bobi! Először is szeretném megköszönni a lehetőséget a Latinak és a Krisztiánnak, hogy egyáltalán létrehozhatjuk ezt a bajnokságot. Ugye kezdődött a Super 1600 bajnoksággal, majd a következő évben Supercars. Majd a következő évben Supercars bajnokságot rendez, mert ami kicsit magasabb színvonalon zajlott. Vissza a Supercars. És hát szeretném megköszönni azoknak, akik a futamon részt vettek, becsülettel gyakoroltak, helytálltak, és tényleg a lelkükön viselték az egész sorozat alakulását. Szeretném megköszönni Tóth Károly Karimónak a segítséget, hogy időket diktált, illetve felvállalta az interjút. Valamint Lynch Zsoltnak szeretném megköszönni, hogy azért jó sok embernek. Azt gondolom, hogy a rallycross, tehát a Supercars bajnokság már lényegesen komolyabb színvonalat képviselt, mint a Super 1600-os. Mit fog olvasni? Viszont, nekik beletökött vissza. Ami azt jelenti, hogy Super 1600-ban 20 nevezőnk volt, még Supercars-ban 32. Tehát másfélszeres növekedés. Hát ha a futamok átlagát nézzük, azért összetehetjük a kezünket, mert Supercars-ban 23 versenyző volt egy futamon, és a többin sem panaszkodhatunk, mert elég népes mezőny gyűlt össze. 16 átlagosan 14-16 fő, ami az jónak számít. Úgyhogy én röviden ennyit szerettem volna mondani. A következő mód az egyenlőre még meglepetés, van egy-két ember, aki már tud róla, de még azért egyenlőre titok. Köszönöm szépen! Most! Úgy tűnik, hogy lassan befejezzük ezt a pár monológot így vezetőként. És jön akkor a díjkiosztó. Csupán annyit azért tudjatok, hogy ami fix és biztos, hogy a következő Weekend Driver Cup, tehát ami a fix setupos bajnokságunk,
az a Mini Cooper módban lesz. Ezt már tesztelhetitek, próbálgathatjátok. Illetve nem árulok el nagy titkot, lesz újból Rallycross bajnokság. De az, hogy mivel és hogyan, addig néhányan bennfentesek tudhatjátok, hogy miről van szó. Megmondom meg. Nem mondom meg. Mondd el! Nem mondom meg. Illetve lesz egy főbajnokságunk, ahogy eddig is volt, ugye most az előző években, mint tudjátok, a GT World Challenge volt. Most valamilyen series lesz. Szintén nem árulom el. De én azt gondolom, hogy akik itt vannak és jelen vannak, azok nagyon jól fognak szórakozni. Annyit elárulok, hogy lesz olyan autó benne, ami hátsó kerékkel hajtott, és lesz olyan autó, ami mással. Viszont szeretném a díjkiosztót elkezdeni, és akkor, hogy minden frankó legyen, akkor az FRC 2014. január 26-tól 7. hó 20-áig, 2011. 7. hó 20-áig tartó GP3 bajnokságunkkal fogjuk kezdeni. De azt gondolom, és illetve Laci is azt gondolja, hogy osszuk ki a díjat! Jó! Osszuk ki a díjat! Ez egy jó nap! Ez egy jó nap! Melyiket akarod, Krisztián? Legyen a GP3! Legyen a GP3, Krisztián! Szóval! Voltak helyezettek, és helyezettek ugye, aki első három volt. Harmadik helyen végzett, jelen pillanatban nincs itt, de azt kell, hogy mondjam, és át fogja venni valaki majd egyszer díjat. Szerintem a csapattársa. Nem. Megy át a csapattársa? Ki a csapattársa? Aci. Megy át. Azt gondolod? Aha. Legyen át, megy át a csapattársa? Krisztián, vegye át a csapattársa. Szerintem kiválóan tisztít ez az eszköz. És a csapattársa vegye át? A csapattársa. Ki más vehetné át ezt a díjat? Édesanyja? Jaj, nincs itt. Akkor vegye át a csapattársa. Én azt javaslom. Ne anyázzunk, Krisztián. Jó. Tehát, harmadik helyen végzett, és a díjat átvesz, és Rakó Zsolt helyez! Rappai Zoltán! Harmadik helyezett! De Slankó Zsolt lett a harmadik helyezett. Gratulálok! Köszönöm mindenkinek Zsolt nevében! Szuper! Ne menj el! Légy szíves, Zoli, ne menj el! Álljál oda meg! Jó? Csak a tujjától vesz! Második helyezett lett ebben a bajnokságban. Nagyon-nagyon szoros eredménnyel, illetve abban a szezonban először vett részt a Full Racing Crew-nál, aki a go-kart szakákban, amatőr tevékenységében nagyon profi színvonalon műveli. Ki az? Kocsi Viktor! Viktor, gratulálok és köszönöm szépen, hogy itt vagyunk. És akkor ugye a GP3 kategóriában ne menjünk tovább. Első helyezett lett. Igen, Laci, jól látod a helyzet? Ki az? Mondd ki a nevét! Meg jól látom! Krisztián, jól látom! Tényleg jól látod? Dániel Gábor! Jól látom, Krisztián! A következő díjkiosztónak a díjátadója. Hogy hívják? Igen. Hajer Bak! András! Azaz! Bobi! Y-nal! Tehát! Bobája Möri! Megkérjük a Bobit! Ki mehetek? Maga nem majd eloltjuk. Adod a karimónat. Bobája! Tehát! Bobi fogja átadni a díjat! FRC Rallycross Super 1006-os bajnokság, ami 2014. február 15-től 2014. október 12-ig tartott. Mindenkinek köszönjük a részvételt, ellenben harmadik helyen végzett. Na, hogy hívják az újságíró gyereket? Nem tudom. Hogy hívják? Times. Kong.
Kong? Kong? Karimo Tai Kong? Karimo Kong? Karimo Kong Tai? Azaz! Karos Karo! Második Spanyol végzett. Az a srác, aki annó, ha jól emlékszem, valami poros rendezvényen vett részt rendszeresen. Valami, valami olyan rendezvényen, ami... Swinger? Nem, nem vett között ő annyira le. Inkább fölöltözött. De nagyon fölöltözött, és mindig úgy elfette a kilétét. Ilyen sisakkal. Tudod, akinek ilyen, ilyen, ilyen... Mindig a port. Hogy hívták? Valami, valami Zolt. Zolt? Lind Zolt! Mi lett az első? Csak nem. És a futamot nyerte, azt a bajnokságot. Futamot is. Azt a futamot is nyert, Mister. Várja már. Gumi? Szösszembe jutott valami gumi. Gumival vagy gumi nélkül nyerte? Nem tudom. Nyerte. Nem tudom. Gumival nyerte? Összegumival nyerte. Összenyerte, mert októberben nyerte. Nem? Gumival? Gumi nélkül? Össze. Gumival? Igen. Nagy csatában? Nem. Nem? Nagyon próbás. Még az elején. Gombár Gábor! Supercar 2006 első három dobogósai. Egy reszkes ember fényképpen. Folytatjuk azzal, hogy jó lett. Volt nekünk egy VDC fixetapos bajnokságunk. És ez olyan furcsa, mert csak az elsőjét fogjuk tudni most átadni. Nincs itt a harmadik és a második helyzet sem. A harmadik lett Császár Krisztián, második lett Huszár Miklós. Hogy? Átadjuk a csapatását? Szabi, átvennéd? De azt mondta a Csaszi, hogy ide eljön hozzánk. Akkor azt hiszem most nem adjuk át, viszont, jó. Viszont azt gondolom, hogy ez a bajnokság egy igen szoros bajnokság volt. Szerintem jó küzdelmekkel. Fix setup-val, tehát ami azt jelenti, hogy senkinek nem kellett állítani, mindenkinek azonos feltételek voltak. És ebben diadalmaskodott, és azt gondolom, hogy szenzációs versenyeken, szenzációs hozzáállással és kitűnő eredménnyel Gombár Gábor végzett az első helyet. Harmadik helyzet Császár Krisztián, második helyzet Huszár Miklós. Nagyon jó. És győzelem Gombár Gábor élet. Folytassuk ismét egy kicsit ilyen porosabb rendezvényen, ahol részt vett. 9-szeres magyar bajnok fia. Itt a Karsonyi Zoltán. De csak azért mondom el, hogy mert ő is itt van, ugye? Félre van, fésülkönne. Nem a Zoli van meg fésülkönne. Nem ennyire fontos. A díjat átadja. Ki az? Laci, segíts nekem, mert nem bírom. Biztos békrész. Bobája Keri. Nos! Csak hogy kicsit a változatosság ismételtem. Ha a kamera követ engem, akkor szeretnék ez a kamera. Harmadik helyet látunk. Szeretnék is a kamera. És ismételten harmadik helyen végzett ebben a bajnokságban is az újságírók gyöngye. Aki hogyha nem tudja másképp érvényesíteni akarat. Akkor egy Tubutu Gerivel, vagy egy Mavasi Gerivel
fogja oda tenni magát, és érvényesíti azokat a gondolatokat, amit ő szeretne. Ugye? Tehát harmadik helyen végzett... Tóth Károly. Hopp, egy virág! Valimó, tudod? Második helyen végzett, és ez az utolsó fordulóba dőlt el, ha jól emlékszem. Az utolsó versenyen nagyon-nagyon szoros küzdelemben, ahol a vektorokat számoltuk, emlékszel? Viktor? Mit mond a Laci? Nem is értem. Nézzük meg, mit mond a Laci. Mit mond? Simpson játszott valaha. Valaki Simpson játszott valaha. Melyik családban alapértelmű? Kiről? Várjál. Kétszeres magyarról. Nem? Ne haragudj, miről beszélünk? Én úgy tudom, hogy egy kétszeres magyar bajnokról beszélünk. Kétszeres? Milyen magyar bajnok? Rallycross. No, de hát ez is rallycross, de ez szuper, ez négy kerékkel hajtják. Ezért nem is mondjuk. Legyen! Tudod mi? Neked adok igazat! Bobikám! Legyen! Góth Viktor lett a második! Köszönjük szépen! De az első... nem... Nem, és akkor a győzelmet nem szerezte meg más, mint... Nem kell. Bunda! Engedd ki! Gombár Gábor! Most, hogy ez így szóba került, ez így. Krisztián, mondanál-e pár szót erre? Hogy lehet elvinni három kupát egyszerre? Azt hagyján, de Bunda. Jó, de akkor most szakítsuk meg ezt a sorozatot. Tényleg jól érezted magad? Krisztián, tényleg jól érezted? És tegyünk egy bejelentést. Krisztián, mi a véleménye? Gombár Gábor, te jó voltál ebben a bajnokságban. Ellenben szeretném bejelenteni, és ezt direkt nem mondtam el, és ezt ideidőzítettük, mert a Laci nagyon jól csinálja. Igen, köszönöm. Tehát, Laci nagyon jól csinálja, csak hogy tudjátok. És tényleg, hogy mindenki tisztában legyen már. Sikerült egy megállapodást kötnünk tavaly, 2014-ben a Clan Home-mal, akitől a szervert béreljük. Tehát kizárt, hogy bárki is csaljon, ha csal valaki. Technikai tudásunk alapján elvileg nem lehet, tehát ellenőrizni tudjuk. Gratulunk még egyszer a Rallycross Supercast bajnokságnak, a köztesejét dobogósainak. GT World Challenge bajnokságunk díjkiosztója következik. És a díjak, Laci. Én vagyok az, felismertél. Krisztián, szia Krisztián! Nos, szóval GT World Challenge bajnokságunknak a díjkiosztója következik. Az melyik rész? Krisztián, az az, abban, amiben te Ferrari-val indultál, és a Suleiman volt a szponzora. Szarrá vertek? Már megint szarrá vertek? Nem vertek, szarrá, csak hagytad magad. Tehát, harmadik helyen végzett Császár Krisztián, egy tapsot megérdemel, Szaki Power csapatnak a versenyzője, aki el fog érte jönni. Második helyezett lett G-Team csapatának top pilótája, Gábor Dániel. Ennyi márvány, csak még nem látnál. Gratulálok, ez nagyon szuper, remek teljesítmény volt. Kérdezz meg, és most? Nem volt. Hát és bajnokok bajnokaként, azt gondolom, és a Laci is azt gondolja, ugye Laci azt gondolod? Azt gondolom, Krisztián. Teljesen tudom. Ugye 2011. szeptember 7-e volt a tartó. És 2015. 6. hó. 14-éig tartó. Hátradőlt és szarrávert mindenkit. Hátradőlt és szarrávert. Nem az, hogy hátradőlt. Félkézzel. Csukott szemmel. Kikapcsolt számítógéppel. És 6. sebességfokozat nélkül? Vissza se váltott. Megnyerte a bajnokságot.
Kőszegi Szabó! Egyes motor teljesítmény. Egyes motor teljesítmény. Azért mondd bele a kamerába, hogy ezt hogyan csinál. Gumi nélkül. Jó gyorsan csináltam. Most! Leintéskor hideg volt a gumia. Hideg volt a gumia. Gumi nélkül nyomta. Gumi nélkül. Szóval. Tehát, volt egy négy elem trofi. Aminek a díját nem más, mint a négy elem stúdió. Lukács Magdi fogja átadni. És a harmadik helyet szerezte meg Heringei Misi. Sajnos családi okból nem tud részt venni. Én azt gondolom, hogy remek teljesítmény volt részéről. A négy elem trófeában második helyet ért el Tóth Károly. Karbó Motorsport! Magyari kupát! Meg vannak félemlítve a versenyben. Az első helyezett Vin Zsolt! Aki nem más, mint a Jobbrevelet, és a négy elem stúdió díját kapja meg. Lukács Magdi Zsolt. Van egy ember, aki minden évben van egy ilyen, hogy az év embere díját átadjuk valakinek, aki úgy érezzük, hogy méltó arra, mert kurva sokat dolgozik, és nagyon remek ember, nagyon sokat dolgozik a ligáért. Hát tavaly is már azért rezgett a léc, és ez, ebben az évben ez... Ez nem más, mint... Igen? Ha igen, akkor te vagy a cheater. A pályán mörni? Tényleg hallom? Auer Bokon! Biztos nem én! Tóth Tecsa, van utalás. Men of the year! Meg tényleg kvíz. Én ezt szóltam, hogy tőlem egy tólyam. A harmadik helyzet az... Nem más, mint... Nem más. Nem Márté. Gold Victor. Márté, nem Márté, Gold Victor. Gold Victor lett a harda. Harmadik helyzet. Köszönöm! Tom Görgő! Görgő! Superman! Görgő! Köszönöm szépen! Gratulálok! Megérte a befektetés! Laci, az első hely! Megfogtuk a díjat! Nem más, mint akit már megszokhattunk, tehát ezek az első hely. Már negyedik díja! Negyedik? Valaki, aki még nem volt, nem tudom összeszámolni egyszerűen. Krisztián, nem tudom összeszámolni, mi? Rafai Zoltán! Nem. Helyett? Nem. Valaki hazudja át, aki nem a gombát. Nem, már hát nekem úgy tetszik ez, hogy jaj már ide. Mondjuk ki. Gyere, Bobi! Olvasd el azt a papírt! Hová gyere! Ne a sajátodat, ami a kezedben van. Gyere, az nem ér. Az nem ér. Ki a? Rapai! Button, valami gumis. Button, Gombár Gábor! Gabriel Button Price! Annyira azért nem csak gondolom, hogy Button legyen. Button Price! Gabriel Button Price! Mindent a gombás is van. Mindent van. Nézzetek erre majd. Nem volt ára a Gombi, ma nézzetek erre. Hogy eljünk? De a gombi álljon már középre, mert ő lett az első. Görgő! Akkor álljunk középre! Most miért vagy? Szokatlan még ez az érzés, tudod, hogy dobogom vagyok. Ne szokj hozzá! Úgy csináljunk, hogy mit a dobogod. Egyetlen egy dolog van még hátra. És ezt szeretném elmondani. Hogy... Éjjel be, Krisz! Tavaly megköszöntem külön a Laci munkáját, de azt gondolom, hogy az ötödik év kezdetén olyan teljesítményt nyújtott,
azt gondolom, hogy mindenképpen szeretném megköszönni a kis feleségének a munkáját, illetve a legfontosabb. Az érzékenyen érint engem, és csak azért, mert a barátomnak tekintem. Benne van abban a bűvkörben, személyében, aki a legjobb barátnak mondható, és gyakorlatilag ebben a ligában, ebben a dologban, ebben a közösségben a legnagyobb szerepet szerintem ő vállalja. Szeretném megköszönni a munkáját Lukács Lászlónak. Karimu, ne forgass, mert még fel kell Úristen, megjött a Krisztus. És akkor mi van? Jöttem egy pasit adni a Zolinak. Miért? Gyere, most rendesen, itt tartom, esküszöm, csak ével. Te van király. Remélem, hogy Laci vagy Krisz előkészítette rendesen a négy elem trófeát. Mert akkor indulok a következő szezonban, aztán elhódítom, mint a franc.
végeztél az első helyen. Mesélj kérlek szépen a versenyről. Jó, végeztem a versenyen. Az első kanyar nagyon nehéz volt. Fahrenheit? Bullshit. Vágom. Kicsit kemény taktikát volt. Fahrenheit. Motori katasztrófa. Jól működött. Vaslek. Vasszenen. A box kiállásunk teljesen jó volt, a csoport társai nagyon jól működtek közre. Alles butyá, dugjá. 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 Minden teljesen jó volt. Hogy érted a szóval? Krisztián, jól érezted magad a versenyen? Ja, ich bin Budapest. De vagy Budapest, nem is tudtuk. Itt Budapest a hazai pályán. Ez faszal. Mögött autókamben, zu Fahrenheit 100 fok. Nagyon is jó autogrammat osztottam ki, nagyon sok autogram volt, meleg volt, minden volt, jó volt. Volt meleg is. Spritz maximum. Az injektorok a maximum. Menjünk. Ások, köszönjük szépen. Jó, köszönjük szépen! Kérdezzük meg a második helyet, a helyezettet. De hol a mikrofon? A többi rész nagyjából padlógázon át lehetett küldeni, de egyébként nagyon jól éreztem magam. Tényleg jól érezted magad? Tényleg jól érezted magad? Yes, in the end, straight to track. I think that was very good. Ez ki az? Ki az? Ez a massza? Massza az így beszél. Igen. Akkor így nem csináltad azt, hogy... Figyelj, az FNC logó kifog rajta. Látod? Ott van, ott volt. Láttátok? Ott volt az FNC logó. Az FNC logó. Nem láttátok? Krisztián, mondjál valamit. Köszönöm, hogy itt voltatok. Igen.